Tea, megvan bakancs, megvan szerszámos öv, megvan védős is öv, megvan. Szia, Colos! Jó reggelt, Muki! Jó reggelt, Markos! Gyerünk, Markos! Bob azt mondtam, a nagy napunk lesz! Jó reggelt, Colos! Jó reggelt, Muki! Jó reggelt, Bob! Markos? Markos! Nem én voltam! Jó reggelt, Bob! Gyerünk, Markos! Tudod, ma van a nagy nap! A nagy nap? A nagy nap! Majdnem átaludtam! Óvatosan, Markos! Na jó, akkor készen álltok? Igen, Bob! Készen állunk! Rajta, induljunk! Hurrá! Hey, Markos! Igen, Bob! Nem felejtettél el valamit? Igen, téged! Majdnem elfelejtettem! Buta Markos! Gyerünk! Igen! Jó reggelt, Tonnás Konrád! Jó reggelt, Bob! A mester, meg a masinák. Volt. Szia, Leo! Szia, Wendy! Látom, hogy jól szórakoztok. Na, Bob! Szia, Bob! Robbantunk! A fülvédő, Leo! Mi? Bocsi! Csapat, ez az eddigi legnagyobb építkezésünk. Kitakarítjuk ezt a régi bányát, és egy nagy tavat építünk a helyére, amit víztározónak hívnak. Ez fantasztikus! Mikor kész lesz, pontosan így fog kinézni. Hogy is fogják hívni? Víztartozó? Víztározó, Muki. Innen lesz friss ivóvize mindenkinek Rugóvárosban. Eltereljük a folyót, így a víz majd a bányába folyik. Akkor már értem. Baba, a víz nem fog kifolyni azon a nagy lyukon, ott a végén. Nem fog, mert építünk egy óriási falat, amit gátnak hívnak. Az majd bent tartja a vizet. Értem én. De a falnak, vagyis a gátnak hatalmasnak kell ám lennie. Így van, Colos. Hatalmas acéldobozokat fogunk megtölteni betonnal, és felépítjük, mint egy óriási téglafalat. Igen, a valaha volt legnagyobb munkánk. Már alig várom. De először a kőbányával kell végeznünk, Markos. Még többet kell robbantanunk. Akkor fővédőket feltenni. Kész vagy, Leo? Persze! 3, 2, 1! Bum-bum! Valaha volt a legjobb munka! Most mi van? Bob,
Miért mozog alattunk még mindig a föld? Kik ezek? Ó, földön kívüliek? Nem, nagyobbak. Talán dinoszauruszok. Jaj, földön kívüli dínók. Ó, nem tetszik ez nekem. Minden rendben van. Azok nem földön kívüliek és nem is dínók. Ők a megamasinák. És azért jöttek, hogy segítsenek felépíteni a gátat. Szent fúrófej. Ez a... Nem, az nem lehet. Jó újra látni téged, Bob. Jó újra látni téged, Cornél. Csapat, ő Cornél. Üdvözlet mindenkinek. Hello. Cornél és a megamasinák fogják kipucolni a kőbányát. Fantasztikus! Köszönjük a segítségeteket, Cornél. Nagyon várom, hogy veled is a csapatoddal dolgozzunk. Persze, Bob. Hisz ismersz, a becenevem segít. Fura becenév. Ez igazán kedves tőled. Tudom, hogy csalódott voltál, amiért nem te kaptad meg a munkát. Ugyan, nincs bennem harag. Egyszer fent, egyszer lent. Te is tudod, Bob. Nem szégyen veszíteni egy olyan jó mesterrel szemben, mint te vagy. Köszönöm. És most hadd mutassam be az én óriásaimat. Ő a csapatom mozgatója, Nyűvő. Csak pakold meg, és nézd, ahogy megy. Szia, Nyűvő! Hello. Ő pedig itt Zúzó. Nem beszél sokat, de ásni nagyon tud. Szia, Zúzó! Oh. És azt hiszem, hogy már mind felismertétek a szupersztáromat. Ez főnök! Ez főnök! Ismerem! Ez főnök! 10 pont a kicsi sárga ásónak, hölgyeim és uraim és gépek. Ő főnök. Hurrá! Szia, szia főnök! Hello, srácok! Tudtam, hogy ő az. Tudtam! Benne volt a tévében az ultra kotrók és hatalmas mozgatókban. Emlékszel, Colos? Nem. Úgy látom, remek csapatod van, Bob. Köszi, főnök. Most Cornél meg a masinái elhordják a nagyköveket, de szükségük lesz a segítségetekre a kicsikhez. Ó, segíthetek! Igen, igen! Tehát, Muki, rád lesz szükségük. Rendben, Bob. Ó, na és én, kérlek engem válasz! És rád is, Markos. Igen, jöhetnek a kövek. A köveket el kell vinni oda a kőzúzóba. Abból készül a beton, ami a gát építéséhez kell. Karmos, te velem jössz? Rendben, Bob. Tonnás Konrád hozza az anyagot. Rám biztosan számíthatsz, Bob. És Colos? Igen, Bob? Te Wendinek és Leónak segítesz felépíteni az irányító tornyot. Mi az, hogy Bob? Rendben, Corné. Készen állunk, Bob, és a te csapatod. Szerinted a kisrácok megbirkóznak vele? Ez nagy kihívás, Cornél, de tudom, hogy mindenki együtt fog dolgozni, és büszkék lehetünk majd rájuk. Ideje, hogy elmozdítsuk bár követ. Lássuk hozzá! Pont így mondta a tévében is. Lássuk hozzá! Nos, srácok és megamasinák. Jó csapat vagyunk! Igen! A legjobb csapat! Dolgozunk meg itt, tapsolj, adj egy nagy pacsit! Dolgozunk meg itt, tapsolj!
Később találkozunk. Köszi! Tehát, tessék, Leo. Ha? Telep munkavédelmi lista. De te vagy a munkavédelm is a telepen, igaz, Wendy? Igen, de segíthetsz. Ez jó tapasztalatszerzés lesz. Szóval, kinevezel munkavédelmi helyettesnek? Igen, valahogy úgy. Ez az! Munkavédelmi helyettes vagyok. Megépítem a világ legbiztonságosabb épületét. Köszi, Wendy. Leo, a munkavédelmi helyettes érkezik. Ó, ha ezt apa megtudja. Emlékszem, volt főnökről egy posztered a falon, ugye? Nekem? Talán. Pedig én emlékszem, hogy tagja voltál a rajongói klubnak, és volt főnökös uzsonnás dobozod, meg főnökös matricás albumod, és még a vicces főnök táncot is táncoltad. Főnök tánc? Nem tudom, miről beszélsz. Pont ott van Colos. Emlékszel, valami ilyesmi volt, hogy oh yeah, oh yeah, érezd az erőt, oh yeah, valami, ki más? Mi volt az? Na, te biztosan emlékszel, Markus? Colos, pszt, leégetsz előtte. Erre gondolsz? Oh yeah, érezd az erőt. Igen, ez az. Terünk, Markus. Rendben. Oh yeah, érezd az erőt! Oh yeah, nézd csak a főnököt! Pálya torony, bármerre mész! Lássunk hozzá, nem lesz nehéz! Igen, ez igazán jó volt! Pont, mint a tévében! Köszi, Colos! Nem is rossz, Markus! Pont úgy csináltad, mint én! Hűha! Igen! Az egy hatalmas kő. Azt mondta, hogy olyan vagyok, mint ő. Nem azt mondta, Markus. Azt mondta, hogy úgy nem, Colos, pontosan azt mondta. Pont olyan voltam, mint ő. Megyek, és én is felemelek egy hatalmas követ. A legnagyobb követ, amit valaha felemeltem. Markus, nem hiszem, hogy ez jó ötlet. Ó, elment. Soha nem hallgat rám. Hé! Hey, mit csináltok ti két rozsdás? Nyomás dolgozni, mielőtt visszaküldelek benneteket a roncstelepre. Igen is, oké, Cornél. Mit mondtál, Zúzó? Remélem, ez a hang azt jelenti, hogy igen, uram, azonnal, uram. Figyelni foglak, mindent látok, ami itt folyik. Rajtad tartom a szemem. Takarítsátok el a köveket! Hello, Mr. Segítő! Hadd vigyem el ezeket! Szia, Zúzó! Szia, vigyázz! Ó, oh, bocsánat! Kicsi Muki hátra tolat! Csak menj az utamból! Ó, oh, hoppá! Bocsi, Zúzó! Nem láttalak! Bocsi! Polgármester asszony, bajuszul! Jó napot, Bob! Vajon hogy halad a mi kedvenc építőnk ezzel az igen fontos építési tervel? Minden a legnagyobb rendben. Ó, azt hiszem, mindketten ismerik Cornélt. Újra találkozunk, asszonyom. Ez mindig nagy öröm a számomra. Cornél, mi itt Rugóvárosban igazán méltányoljuk, hogy ön és a csodálatos megamasinái segítenek Bobnak és a csapatnak. Igen, különös tekintettel arra, hogy nem ön kapta meg a... Ugyan. Csak mert Bob és a kis csapata kapta meg a munkát, nem jelenti azt, hogy nem segítünk szívesen. Ugye? Pompás! Látták a cikket a gátról? Címlap a Rugóváros krónikában. Nézzenek oda, Bob! Csupa mosoly! A legjobb építő Rugóvárosban. És most együtt dolgozhatnak, mint egy nagy boldog család. További jó munkát, Bob! Meg lesz! Jöjjön, bajusz úr! Igen, polgármester asszony! Bob! Bob! Bob vagyok, vége! Segítség! Gyorsan! A bányában vagyok! Jövök, Markus! Bocs, Markus bajban van, mennem kell! A bányához, Piki! Amilyen gyorsan csak lehet! Repülünk, Bob!
Egy nagy, boldog család. Te. Segítség! Segítség! Ó, ne! Nem bírom tartani! Túl nehéz! Jaj, segítség! Tarts ki, Markos! Segítség! Segítség! Jaj, ne! Jaj, ne! Segítség! Csúszom! Megvagy, Markos! Ó, na hát! Markos, jól vagy? Felemeltem ezt a követ, de túl nehéz volt. A kerekei megcsúsztak is. Most már minden rendben van. Főnök segít biztonságban lejönni. Csak egyenesen. Jól csinálod. Csak így tovább. Mindjárt ott vagyunk. Lent is van. Itt már biztonságos. Köszi, főnök. Szép munka. Igen, köszönöm. Nincs mit, szívesen segítek. Hagyd meg a nagyköveket neki, oké? Azért van itt. Jó van, Bob. Így lesz. Menj már az utamból, picinyem! Hoppá, bocsi! Megint az utamban vagy. Nem tűnik túl barátságosnak? Mindig az utamban vagy! Ó, igen, bocsi, bocsánat! És az ő útjában is! Csak próbálok segíteni, és felszedem az apró köveket, de ti túl nagyok vagytok, én pedig túl... kicsi! Vettük észre, te kis izgága! Miért nem mész és nyüsöksz máshol? Ó, rendben. Na, igen. Menjünk, dolgozunk, mielőtt Cornél visszajön. Muki! Jól vagy? Nem igazán. Ó, szent fúrófej. Azt hiszem, Nyűvő és Zúzó nem igazán kedvelnek. Ez nem igaz, Muki. Gúnynevet adtak nekem. Igen, én is hallottam. Megpróbáltak összenyomni. Ez is igaz. És te azt hiszed, ennek ellenére kedvelnek engem? Ha igen mondok, az a boldoggá teszlek. Azt hiszem. Akkor igen, kedvelnek téged. Ó, akkor jó. Köszi, Colos. Ó, ez nem jó. Bányafalak. Rendben. Kövek, rendben. Igen! Megmutatom főnöknek, hogy olyan vagyok, mint ő. Lássuk hozzá! Ho-ho! Oh, jaj! Oh! Oh! Hey! Oh, bocsi, Muki! Vigyázat! Munkavédelmi helyettes érkezik. Jól vagy, Muki? Jól vagyok. Látod? Látom. De erről biztonsági jelentést kell írnom. Mindig figyelj oda, van-e valaki ide lent, Markos. Tudom. Bocsi, Leo. Bocs még egyszer, Muki. Látom már, ez nem az én napom. Markos! Ha? Jól vagy? Mi újság? Ó, tudod, mindent elhibázok. Ezt nevezett hibának. Az a hiba, amit én csináltam, mikor lejtettem egy 2 tonnás sziklát a főnököm kocsijára. Ne, komolyan, ezt tetted? Szerencsére ő nem ült az autóban, de egy biztos, hogy azóta sem vagyok a tévében. Ó, na hát, és én még azt gondoltam, hogy nagyot hibáztam. Bizonyám. Már vinni akartak a roncstelepre, amikor Cornél magához vett. Mi? Szét akartak zúzni? Konzervdobozokat csináltak volna belőlem. Oh. Igen. Gyerünk, bajnok! Legalább mindkettőnknek van egy cimborája munka közben. Ki? Én? Úgy érted, hogy én? Igen. Te? Mit mondasz, cimbora? Na hát, igen. Mega igen. Szóval, lássunk hozzá! Legjobb barátok és hősök néznek rátok. Úgy érezzük, most is értünk, forog a föld. Forog a föld. Régen jó barátok vagyunk már.
bolygónk, és ehhez nincsen hasonló. Barátok, együtt könnyen, közösen jutunk egyre följebb. Nincs olyan, mit ne tudnánk, összefogunk, gyere bátran, nézd csak rá. Csapat, nagyszerűen kezdtük a munkát. Bizony, így van. Holnap be kell fejeznünk a bánya kipucolását, és még ennél is több betont kell csinálnunk. Van valakinek kérdése? Ó, igen, nekem, Bob, nekem. Miről van szó, Markos? Főnök, az új legjobb barátom meghívott, hogy aludjak itt a megamasináknál. Elmehetek? Mehetek? Kérlek, kérlek, kérlek! Jól van, Markos, miért is ne? Ez aztán csodálatos! Rendben, találkozunk reggel, srácok! Semmi gond! Mi is csinálunk saját ottalvos bulit az udvaron, Muki! Nem azt csináljuk minden éjszaka, Colos! Jó éjszakát, nyűvő! Igen, igen! Jó éjszakát, Zsuzsó! Jó éjszakát, főnök! Ideje most már aludni egy kicsit, Markos. Persze! Lássunk hozzá! Jó ét, bajnok! Szóval, Bob, azt hiszed, te vagy a legjobb építész Rugóvárosban? Nem sokáig. Hamarosan a sárba tiprom a neved. Megamasinák! Szia, Markos! Milyen volt itt aludni? Bocs, Muki! Nincs időm csebegni! De... A megamasinákkal van dolgom! Oh. Ne aggódj, Muki! Később csatlakozunk hozzá! Gyerünk, srácok, menjünk! Sok még a teendő! Építési hulladékot az irányító torony oldalából, és elszállítanád? Jövök, Wendy! Olyan gyors leszek, amennyire csak tudok! Nem kell rohannod vissza! Pszt! Markos! Nyűgő és Zsuzsó nagyon gonoszak, Mukival beszélnünk kell velük! Bocs, Colos, most nem érek rá! Meg a nagy dolgokkal vagyok elfoglalva! Markos! Hát jól van, menj csak, majd én... Elintézem egyedül. Főnök, van egy különleges feladatom számodra. Gyere utánam, te is, Markos. Ha, én is. Szóval, mi az a munka, Bob? Azt akarom, hogy te is, főnök, keverjétek a betont, amiből a gátat fogjuk építeni. Azta! Ez egy nagyon fontos feladat, Markos. De olyan jól dolgozol együtt főnökkel, hogy készen állsz rá. Ne feledjétek, ha a keverék nem megfelelő, a gát nem lesz elég erős, hogy megtartsa azt a sok vizet. Nagyon fontos, hogy mindenből a megfelelő mennyiséget használjátok. Számíthatsz ránk, Bob!
Lássuk hozzá! Várj még, Markos! Még nem mondtam el a mennyiségeket. Ó, igen, persze. Folytasd! Tehát, a szupererős beton receptje. Vigy egy merőkanál cementet innen. Aztán hozd egészen idáig, és tedd bele a keverőbe. Egy merőkanál, értem. Aztán vigy három merőkanál homokot innen. És azt is tedd a keverőbe. Majd három merőkanál kavicsjön a kőzúzóból, és végül adj hozzá egy fél merőkanál vizet a víztoronyból. Egy, három, három és fél! Tökéletesen megjegyeztétek. Jól van, srácok, később találkozunk. Szia, Kornél! Hello mindenkinek! Na hát, Markos, mi vagyunk az új betonkeverők? Ez fantasztikus! Betonkeverők? Nos, ez egy fontos feladat. Oké, Leo. Bekapcsoltam a kora reggeli jelzőrendszert. Ha valami gond van a gáttal, ez a mutató ide, a piros zónába fog mozdulni, és megszólal a sziréna. Felkészültél a tesztre? Igen. Tesztelés, tesztelés. Leo vagyok, a munkavédelmi helyettes. Ez csak egy teszt. Senki ne ijedjen meg. Jaj! Sokkal hangosabb, mint azt gondoltam. Egy, három, három és fél. Egy, három, három és fél. Egy, három, három és fél. Egy kanál cement. Egy. Három kanál homok. Három. Három kanál, kavics! Három. És fél kanál, víz! És a fél. Remek munka, srácok! Micsoda csapat! Ó, Markos, most jut eszembe, Bob beszélni akar veled. Ó, oké. Köszönöm! És főnök? Igen, Kornél? Emlékszel, hogyan mentettelek meg, amikor kidobtak a tévéműsorból? Igen. Most eljött a visszafizetés ideje, barátom. Elmondom, mit kell tenned. Mi történt, Markos? Kornél mondta, hogy látni akarsz. Nem igazán. Biztos valami tévedés. Ó, ez furcsa. Oké. Jobb, ha visszamész dolgozni, Markos. Nagyon sok betont kell kevernünk és kiöntenünk. Ne feledd, egy, három, három. És a fél. Na, Bob, később találkozunk. Teljesen biztos vagy benne, hogy senki sem fog megsérülni? Biztosan biztos vagyok benne, ha csak nem számítjuk Bob hírnevét. Gondolkozz el, főnök! Ha nem teszed meg, amit kérek, a munkahelyet a roncstelepen végzed. Újra. Gyerünk, Csolos! Tedd meg Mukiért! Sziasztok! Hello! Sziasztok, srácok! Szeretnék mondani valamit. Szerintem nem vagytok túl kedvesek Mukival. Szóval talán lehetnétek egy kicsit barátságosabbak. Menj arrébb a horgoddal, nyurga! Nem. Az én nevem Csolos. Szia, főnök! Ez furcsa. Bob nem akart. Jól láttam, hogy az egy teljes kanál víz volt. Jobb, ha visszamész dolgozni, bajnok. Azt hiszem, hibáztál. Csak fél kanál víz kell, emlékszel? Egy, három, három és a fél. Egy, három, tudom, három. Hogy mit csinálok. Ó, rendben. Mindenki hibázhat. Azt mondtam, tudom, mit csinálok. Figyelj, Markos. Tarts egy kis szünetet. Ó.
Rendben. Nem tudom megtenni. Egész biztos, hogy ez nem helyes. Ti ketten, figyeljetek ide! Miért nem mész és keresel magadnak egy homokozót? Mi? Ott játsz a kis játékaiddal. Ez nem túl udvarias. Muki a barátom. Gratulálok, van egy haszontalan barátod. Nem mondhatod ezt? Már kimondtam. Nyurga. Ha, ebből elég. Az én nevem Csolos. Értitek? Majd én megmutatom nektek, mind a kettőtöknek. Azt hiszitek, hogy mert olyan nagyok vagytok is, mega is. Jaj, te félek. Tudjátok, mert mindketten csak szájhősök vagytok. Mi? Ezt egész pontosan hogy érted? Hé, ti zsimbes rozsdások, hordjátok el azokat a köveket. Az összeset, különben. Oh, igen, 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 oké, Kornél, azonnal. Remélem, hogy ez azt jelenti, bocsánat, uram, legközelebb jobban figyelek. Sziasztok! Visszajöttem. Szia, Muki! Éppen rólad beszélgettünk. Menjetek vissza dolgozni, oké? Rendben. Várj egy percet, Muki! Te pont úgy beszélsz Mukival, ahogy Kornél beszél veled. Mi? Ez nem igaz. Vagy igen? Én nem vettem észre. És neked hogy esik, amikor így beszél veled? Nekem nem igazán jól. Igazad van. Bocs, Muki, nagyon gonoszak voltunk veled. Pedig ugyanahhoz a csapathoz tartozunk. Ez csodás! Tudtam, hogy jó barátok leszünk. Igen, lehetünk barátok. Nos, jobb, ha visszamegyek dolgozni. Visszát, Szolos! És szia, új legjobb barát! Hé, Szolos, én... Bocs, Markos, nem érek rá. Nagyon lefoglalnak a mega dolgok. De ha így teszek, a gát nem lesz elég erős. Gyerünk! Egy merőkanál víz, öt homok. Nem fogom megtenni. De igen. Nem! Ez nem helyes! Tudod, mi történik a gépekkel a roncstelepen? Összetörik és szétszúzzák őket! De ez akkor is túl sok, Kornél! Csak csináld! Megint rosszul csinálja! Szándékosan! Szóval ő parancsolja neki! Bob! Mi? Bob! Bob! Gyorsan, menj utána! Meg kell állítanunk, mielőtt elrontja a játékunkat! Bob! Szia, Markos! Minden rendben? Nem! Nincs! Mi történt, Markos? Ne! Kornél, mi folyik itt? Nézd, én tudom, hogy büszke vagy a kis csapatodra, Bob. De az a helyzet, Markosnak van egy kis problémája a betonkeveréssel. Mi? Tényleg? Attól félek, hogy rossz mennyiséget tett a keverőbe. Ez nem jellemző rád, Markos. Mindig jó voltál mérésben. Igen, Bob, jó is vagyok. Biztos csak egy ártatlan hiba. De ez nem igaz. Kérdezd meg főnököt. Főnök? Sajnos, így történt. Főnök! Nehéz volt Markosnak lépést tartani főnökkel. De én nem csináltam semmi rosszat. Komolyan, Bob, én nem... De Kornél és főnök azt mondják, hogy te voltál, Markos. De ez... Én nem szóltam volna. De tudom, mennyire fontos, hogy a beton megfelelő legyen. Kösz, hogy elmondtam. Legalább időben észrevettük. De... Minden rendben, Markos. Mindannyian hibázunk. Bob! Van egy másik fontos munkám számodra. Ott lent. Gyere, induljunk. Bajban vagyok? Nem, persze, hogy nem. Csak nem kockáztathatunk a betonnal. Ennek a gátnak olyan erősnek kell lennie, amilyen csak lehet. Tudom! Egy, három, három, cement, homok, sóder és fél kanál. Markos, te mindent megtettél, nekem csak ez számít. Nos, mikor megtelik a víztározó, a felesleges víz átfolyik a gáton ide, és keresztül folyik ezen a régi csatornán. Neked el kell hordanod ezeket a köveket. De az előző munkám olyan izgalmas volt. Ez csak...
Tudom, hogy mennyire szerettél főnökkel dolgozni, de ez a munka is olyan fontos, mint a betonkészítés, úgyhogy láss hozzá. Jó csapat vagyunk, Markos? Igen, a legjobb csapat. Jó fiú. Én nem hagytam senkit cserben, tudom jó. A szívem úgy fáj, ez a dal is erről szól. Nincs gyógyír, csak kétségbeesés. Már soha nem leszek szerencsés. Én becsületes voltam, tudom, de vádolnak, jobb lenne tán feladnom. És a barátod, ha cserben hagy, már magányos és fáradt vagy. Nem védd meg a barátságotok. Jó volt a kis csapatunk, mi tényleg jó társak voltunk. Én őrzöm még a fényeket, de értem már a lényeget. A nap még süt, de már csodálatos! Ez egy nagyon szép torta, Pityókaséf. Pont úgy néz ki, mint a gát. Ez is betonból készült, Pityókaséf. Nem, Muki. Ebben liszt, tojás, cukor, tonal, spenót, tintahal, pacal, brokkoli, szalonna, fehérrépa és sajt és savanyú cukor van. Ó, azért még nagyon szép. Milyen csodálatos teljesítmény! Ez aztán egy igazi mérnöki csoda! Ó, szóra sem érdemes. Szerintem a gátról beszéltek, Pityókaséf. Ó, tudtam. Megcsináltuk, Colos! Felépítettük! Tudtam, hogy megcsináljuk! Mindig megcsináljuk! És Nyűvő meg Zúzó most már a legjobb barátai. Igen, nagyon fontos, hogy olyan barátaid legyenek, akikre mindig számíthatsz, igaz, Muki? Jól van, rendben! Kinek van szüksége barátokra? Nos, Bob, minden kész az ünnepségre? Igen, azt hiszem. Wendy is majdnem kész. Egy pillanat és jövök. Csak fel kell robbantani még pár sziklát. Rendben. Mikor a folyóvize befolyik, lesz saját víztározó. Ó, ez fantasztikus. Szent egek, az ott magánál dinamit, Wendy? Az bizony, Bajusz úr. Jaj. Ne butáskodjon, Bajusz úr. Komolyan. Nos, a gát csodálatosan fest, Bob. Rugóváros lakói biztos, hogy évekig fognak emlékezni a nevére. Biztosan fognak. Ó, hello, Cornél. Önnek is nagyon köszönjük. Ó, nem, polgármester asszony. Bob a felelős mindenért. Komolyan. Mindenért. Ó, torta. Ne! Mégis, hogy merészeli Cornél? Ó, bocsánat. Visszateszem. Leo! Pipa! Leo, hallasz engem? Bocs, mondtál valamit? Nem maradsz az ünnepségre? Mindjárt visszajövök. Majdnem kész a munkavédelmi lista. Egy szelet tortát félre tehetnél. Akkor hozzáláthatunk végre? Kezdhetnek filmezni. Oké, kezdjük. 3, 2, 1. Csupán pár perc, és a közelben hömpölygő folyót elterelik, és megtöltik az új Maria Madison víztározót. Ez egy emlékezetes pillanat Rugóváros történetében. Az már biztos. Ó, Neo! Minden rosszul alakult. Azt hittem, hogy én és főnök a legjobb barátok vagyunk, mi? De... Tessék! Ó,
Nem számít. Következő dolog a listán, ellenőrizni, tiszta-e a csatorna. Semmi sem akadályozhatja meg a víz betörését. Később találkozunk. Most már jöjjön ide mindenki! Három, kettő, egy! Wow! Hurrá! Hurrá! Fantasztikus! Ez remek! Szerintetek ez látványos? Várjátok ki azt, ami most következik. Mi ez a zaj? Recseg! Ó, ne! A kád szivárog! Segítség! Ó! Jaj, de jó sikerült! Jaj, ne! Még egy! De már! Jaj, ne! Kéne valaki segítsen! Valaki segítség, a gátszivárok! Jaj, ne! Mit csináljak? Piki, meg kell néznem, mi folyik itt. Adj kötelet. Oké, Bob. Hova mész, Bob? Ne engedj el, oké? Gyorsan tűnj el innen! De Bob, a gát szivárog! Menj, Markos! Nem biztonságos, menj innen! Nem én voltam, Bob! Nem én csináltam! Menj most! Nem fog megállni! Nem az én hibám! Oh, ne! Bob! Bob! Jelentkezz, Bob! Wendy, mennyire súlyos? A legsúlyosabb! El kell jönnöd onnan azonnal! A gát bármelyik pillanatban átszakadhat! Ó, ne! Pindur! Jelentkezz, Pindur! Pindur jelentkezik, Bob! Engedd le a horgodat! Gyorsan fel kell emelned! Azonnal, Bob! Wendy, most mi történik? Szivárog a gát! Nem csak szivárog. Át fog szakadni. És ha átszakad, a víz elönti egész Rugóvárost. Oh, Bob, de hiszen ez szörnyű. De hogy történhetett ez meg? Azt hittem, hogy extra erős falat épített, hogy visszatartsa a vizet. Nem tudom, polgármester asszony. Egy biztos, a gát sajnos át fog szakadni. Most meg kell mentenünk Rugóvárost. Meg kell próbálnunk valahogy elterelni a vizet. A fekete sziklamezőre! A csatornánál van egy elágazás. Megpróbálhatjuk eltorlaszolni és a vizet más irányba terelni. Nagyszerű ötlet, Wendy. Menjünk! Én inkább itt maradok. Szemmel tartom a gátat. Kösz, Kornél. Polgármester asszony, homokzsákokat kell tenni a folyó mentén Rugóvárosban. Azonnal, Bob! Bajusz úr! Hívja fel Karcsit! Jól van, csapat! Indulás! Mi ketten? Ne olyan gyorsan! De Kornél, a gát! Szükségük van rá. Már pedig nem mentek sehová! Még hogy jó csapat. Na, azt nem hinném.
Nem én! Ha? Ez Leo-é? Ha? A csatornánál van! Ha a gát átszakad, a víz elsodorhatja! Leo! Oké, ez az a hely. A víz a gátról ide folyik, de el tudjuk torlaszolni a folyónak ezt az ágát. Így kényszerítjük a vizet, hogy a csatornába folyjon, Rugóvárostól távol. Muki, te és Karmos, gyűjtsetek annyi követ, amennyit csak tudtok. Azokkal torlaszoljuk el a folyót. Rendben, igen, Bob! Colos, a karmoddal te is tudsz segíteni. Igen, Bob! A többiek ott segítenek, ahol tudnak. Egy csapatként kell együtt dolgoznunk. Oké! Okay. És Markos? De hol lehet Markos? És hol van Leo? Leo! Leo, hol vagy? Gyorsabban kell dolgoznunk, nincs sok idő. Rendben! Nézd ezeket a szörnyű repedéseket a gáton! Elérted, amit akartál, Kornél? A gát át fog szakadni. És amikor eljön az idő új gátat építeni, mit gondolsz, kit fognak hívni? A legjobb építészt Rugóvárosban, Kornélt, a vállalkozót. Azt mondtad, senki nem fog megsérülni, de Rugóváros el fog pusztulni. Akkor majd azt is újra fogjuk építeni. Nem, Kornél, ez nekem túl sok. Magadra maradtál. Mit gondolsz, hová mész fő? Minél messzebb tőle. Azonnal gyere vissza. Beszorult a lábam! Gyerünk! Még mindig van egy lyuk. De nem érek el olyan messzire, Bob! Szép próbálkozás, Karmos. Wendy, most mit évők legyünk? Bob, hadd próbáljam meg én! Jaj! Ha? Mi volt ez? Ó, ne! Bob, mi volt ez a zaj? Ó, ne! Igen! Kornél újra játékban! Segítség! Gyerünk! Leo! Ha? Itt vagyok, Leo! Szállj be! Gyorsan, gyorsan, gyorsan! Nem tudok! Beszorult a lábam! Beszorultam! Jaj, ne! Ha? Gyerünk! Tarts ki! Mindjárt megvan. Majdnem! Óvatosan, Colos! Jaj! Vigyázz! Ó, ne! Mindenki, lépjen hátra! De mindig van egy lyuk! Jaj, ne! Még több homokzsák kell! Kérem, mindenki folytassa! A vízszint emelkedik! Gyerünk, Bob! Rugóváros!
most elönti a víz! Mit tehetünk, Bob? Nem tudom, Colos. Már mindent megpróbáltunk. Markos! Leo! De jó, hogy itt vagytok! Markos, gyorsan! Látod azt a követ? Told bele a lyukba! Megpróbálom, Bob! Gyerünk, Markos! Meg tudod csinálni! Folytasd! Gyerünk, Markos! Ez így nem jó! Nem vagyok elég erős! Van még homokzsákunk, bajuszunk? Nincs több. Akkor már semmit nem tehetünk. Meg tudod csinálni, Markos! Gyerünk, Markos! Gyerünk, Markos! Gyerünk, Markos! Gyerünk! Mi? Mozdul? Hogyan? Lássuk hozzá! Igen, hurrá! Megcsináltátok? Na ez az igazi csapatmunka. Szép volt, bajnok! Na hát! Te segítettél nekem! Erre valók a barátok, Markos. Végre apad a víz! Megmenekültünk! Igazán nagyszerű munka volt! Jól van, srácok, vissza a csatornához! Meg kell állítanunk a víz folyását. Most legalább nem valamelyikünk hibája volt, Bob. Még most sem értem, hogy történhetett ez. Mit csináltunk rosszul? Pedig tényleg nagyon keményen dolgoztunk. Annyira sajnálom, Bob. Ó, Bob, biztos össze vagy törve. Az a sok kemény munka mind hiába volt. Nem beszélve a jó híredről. Szerencsére mindenki biztonságban. A csodálatos gát! Tönkre ment! Micsoda katasztrófa! Azt hiszem, szükség van egy építőre, aki tudja, hogyan kezelje a csapata hibáit. És ki lenne az? Nos, én segíthetek a megamasinákkal. De mi lesz Bobbal? Markos hibája súlyosabb volt, mint gondoltuk. Nem! Mit mondtál, főnök? Markos nem csinált semmit. Én rontottam el a betont. Mi? És Cornél parancsára tettem. Ne hallgassatok rá! Őrült! Az volt az őrültség, hogy azt tettem, amit te parancsoltál. Ez igaz! Láttam, amikor csinálták. Én próbáltam szólni, Bob. Cornél, szándékosan tetted tönkre a gátat? Miért tennél ilyet? Hadd magyarázzam meg. Azért, mert rossz színben akart feltüntetni téged, Bob. Mi? Mert akkor ő lenne a legjobb építész Rugóvárosban. Hát én nem hiszem, hogy ez valaha megtörténhet. Hát nem! Igaz ez, kis ember? Menjetek az utamból mindketten! Remélem ez azt jelenti, hogy bocsánat, Cornél. Nem. Korán sem ezt mondta. Hátrébb mindketten! Nélkülem mentek vissza a roncstelepre! Tudod mit? Te nem vagy más, csak egy szájhős. És mi nem hallgatunk rád. Soha többé! Remélem, egy pillanatig sem hiszi, hogy csak úgy elsétálhat. Nem állíthatnak meg! Meg fogom mutatni! Én vagyok a legjobb építész Rugóvárosban! Nem, Bob! Én! Tegyél le! Most azonnal! Azt nem hinném. Jöhet, Pindul! Megy, főnök! Ott marad, míg el nem döntöm, hogy tudná helyrehozni, amit velünk tett. Úgy bizony. Mit akarnak csinálni velem? Ne aggódjon. Ki fogunk találni valamit. Igen. Úgy sajnálom, Markos. Cornél azt mondta, hogy visszaküld a roncstelepre, ha nem teszem azt, amit mond. Semmi baj. Most már értem, miért tetted. Nem akartam, hogy konzervdoboz legyen belőlem. Bocsánat, kéréssel tartozom, Markos. Hallgatnom kellett volna rád, mikor próbáltad elmondani. Semmi baj, Bob. A végén minden a helyére került, kivéve a gáton lévő lyukat. És én nem igazán voltam barátságos veled, Muki. Ugye, Colos? Szóval akkor ezek szerint már beszélsz velünk? Persze, hogy beszélek. És? És sajnálom. Mennyire sajnálod? Nagyon, nagyon sajnálom. Még? Nagyon sajnálom, Colos.
Oké. Okay. Juhú! Végre megint egy csapat vagyunk! Hát, ez egy nagyon sajnálatos ügy. De mit csinálunk a gáttal és a rugóvárosi víztározóval? Nos, ezek után még keményebben kell dolgoznunk, mint eddig bármikor. Srácok! Jó csapat vagyunk! Nem, nem hiszem, Bob, ezúttal nem. Nem tudom, Bob. Hát, elég nagy a baj. Igenis, jó csapat vagyunk! Gyerünk, srácok! Fantasztikusak vagytok! Mindent meg tudtok csinálni, amikor együtt dolgoztok! Így igaz, jól mondod! Oké. Igen, talán igaz. Igen, jó csapat vagyunk! 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 Hát akkor jó csapat, mire várunk még? Lássunk hozzá! Nem rossz, ugye, bajnok? Mi csináltuk? Nem? Csak gondolkodtam. Majd egy nap visszajössz, ugye? Ezt hogy érted? Tudtam! Tudtam, hogy elmész, hogyha befejeztük a munkát. Ki mondta, hogy elmegy? Mi? Úgy érted, hogy... Igen, az új legjobb barátaim maradnak! Mindenki marad! Kivéve Kornél. Így van, Markos. Feltéve, hogy csatlakozni akarnak. Szerintem Nyűvő mindenki nevében szólt. Ez igen volt, ugye? Hurrá! Maradnak! Lássuk hozzá! Magyar hangok. Horváth Illés, Renát Zoltán, Fekete Zoltán, Faragó András, Budrogi Attila, Csuha Bori, Penke Bence, Lux Ádám, Madai Gábor, Hol Nándor, Horváth Gergely, Kisfalvi Krisztina. Magyar szöveg Erős Ágnes. Hangmérnök Kis Pál. Gyártásvezető Bogdán Anikó. Szinkronrendező Pócsik Ildikó. A szinkron a Minimax megbízásából a Subway stúdióban készült. Produkciós vezető Kicska László.